Az úrnapja a több más nyelven Corpus Christi katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes nevén az úrtestének és vérének ünnepe. Magyarországon és több más országban, például Angliában és Walesben a húsvéti időt lezáró pünkös vasárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. Napja eredetileg a Szent Háromság vasárnapja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünneplik. Ausztriában, Németország és Svájc bizonyos részeiben, Brazíliában, Dominikában, Horvátországban, Lengyelországban, Trinidad és Tobagóban és Portugáliában munkaszüneti nap. Elsősorban katolikus ünnep, de az anglikán szövetség tagegyházai közt is ismert, a Church of England, az angol-anglikán egyház, a Szent Egyesülésért való haladás napjaként, vagy Corpus Christi ismeri, de nem fő ünnep. Ünnepli az ókatolikus egyház és a latinizált keleti katolikus egyházak is. Általánosan elterjedt csak Julianna és Robert püspök halála után lett az ünnep. 1263-ban egy zarándok csepap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg, valóban Krisztus testévé válik-e a kenyér és a bor, amikor a megtört ostjából vércseppek hultak a korporáléra, ostya abroszra. A véres korporálét 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkös nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét. Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz. Az úrnapja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a koranyárt a természet. Az úrnapi körmenettel Magyarországon is másütt is összefort a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárok képe. A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően 4 stáció van. 4 oltárt állítanak, amelyet a pappal és az oltári szentséggel végigjárnak a hívek. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak, és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a 4 égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér. Az első adatok magyarországi megünneplésére 1292-ből és 1299-ből valók. Az 1501-es budavári körmeneten részt vett II. Ulászló király is. Nagy tömeg jelenlétében elégették Mohamed jelképes mecsetjét, koporsóját és a török katonákat ábrázoló bábukat. Az oltári szentség úrnapi körbehordozásának a néphagyománya gonoszt, a betegségeket és a természeti csapást előző erőt tulajdonított. Az úrnapi munkaszünetet szigorúan betartották. Sok helyen, például abátszalókon sokáig az volt a hagyomány, hogy nem a templom körül létrehozott oltárokat járják végig, hanem az ünnep a teljes településre kiterjed. Családok saját házuknál vállalják az ünnepi sátrak felállítását. A szentérbe ezzel bevonják a lakóhelyet, a települést, és ez azt szimbolizálja, hogy az áldás az otthonokra is kiterjed. A sátrakat régen a 4 égtájhoz tájolták. Hidegkúton még az 1940-es években is lombkápolnákat állítottak, a körmenet útvonalán faágakat szúrtak a földbe, a gyerekek a földeken virágot gyűjtöttek a virágszőnyegekhez. Az úrnapi előkészületekben gyakorlatilag az egész falu részt vett. Korondon kőris foágakkal díszítették az utcát, hazafelé mindenki tölt róluk egy ágacskát, és azt tartották, hazaérve annyi miatyánkot kell elmondania, ahány levél volt az ágacskán. Székely Kevén úrnapján virágokból fonnak koszorút, és ezt elviszik a templomba megszenteltetni, majd a bejárati ajtó fölé akasztják. Amikor eljön az ideje, 3 virágot kihúznak a koszorúból, és a tűzben vagy szentelt gyertya lángjában elégetik, és közben az úrangyalát imádkozzák. Mihály Gergén a lomkonyhó hazavitt ágait a ház 4 sarkába tűzték ki, hogy megóvja a házat a villámcsapástól. Baranyában az ágakat az istáló fölé dugták, hogy áldás legyen az állatokon. Siúagárdon a beteg gyermekek fürdőjébe tettek az úrnapi virágokból. Máshol lábfájás elleni fürdőbe tették őket, előfordult az is, hogy a fájós fogat füstölték velük. Az első áldozó kislányok fehér ruhában vagy népviseletben a körmeneten rózsaszirmot hintenek az oltári szentség elé.